további tárgyalások várhatóak. Önkormányzati kezelésbe vennék a vasút menti elhagyott MÁV épületeket a Rábaközi falvak. 2007 óta szünetel a vasúti közlekedés a Csorna-Pápa vonalon, azóta egyre romlik az állomás épületek állapota. Ezt szeretnék megváltoztatni Szanyban és Rába portányban. Zárva a Szanyi állomás épület, a falon grafitik, az épület elhanyagolt. Látják, teljes pusztulásra, illetve halálra van ítélve az épület. A Szanyi önkormányzat megmenteni az épületet, civil szervezeteket költöztetne ide. Társadalmi szervezetek részére mi itt biztosítanánk helyet, ilyen lenne a helyi autós szakosztály, valamint lovasklub. Itt 6 épület tartozik még az állomáshoz, így több szervezetnek lenne hely. A korlátot levették, a lépcsőfa része még jó állapotban van, helyrehozható. Ez már Rábapordány, ahol szintén az enyészeté lett az állomás. Az önkormányzat itt is hasznosítaná az építményt. Én szociális bérlakások kialakítását tudnám elképzelni, de ehhez még plusz pályázati kiírásokra lenne szükség, mert önerőből a lerombolt épületet nem tudjuk helyreállítani. Az érintett önkormányzatok már felvették a kapcsolatot a vasúttársasággal, a MÁV nyitott a bérbeadásra. Ennek a két állomásnak a sorsa úgy látszik, hogy megoldásra kerül, hiszen a hasznosítás és az üzemeltetés egy fontos kérdés ezeknél az állomásoknál. Az állagmegóvást pedig elvállalnák a beköltöző civil szervezetek, így a közeljövőben új gazdája lehet a gazdátlan épületeknek.